Forgatásunk napján a csantavéri plébánia udvarán csaknem 157-től 15 éves gyermek fogadott bennünket. Utcai Róbert helyi plébános időről időre rengeteg programmal gazdagítja a falubeliek és a gyermekek életét, így néhány éve, amikor megfogalmazódott benne az az ötlet, hogy szervezzenek egy keresztény tábort a településen, mindjárt 30 főből álló fiatal, lelkes csapat kezdett bele a munkába. Maga a kis csapat nagyon élvezi a közös munkát, és ez tart minket igazán össze, hogy jó kis csapat jött össze, és szeretünk együtt dolgozni, és ez ad erőt a folytatáshoz, és hogy minél jobban, minél többen, több gyereket, ugye évről évre, és minél jobb programokat tudjunk nekik szervezni. Tavaly elmaradt ez a táborunk, viszont akkor volt egy ilyen nagyobb lelki gyakorlatunk, egy ilyen közösségi hétvége, ahova elutaztunk, Magyarországon volt ez a hétvége, és ott nagyon sok minden több szervezőtől, tapasztaltabb szervezőktől tanulhattunk, úgymond, és az ő tapasztalataikat fogadhattuk meg, amiket próbáltunk most ebbe a táborba is beleszőni. A falu összefogott, sokan vannak, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy a táborozók napjait színesebbé tegyék. Például traktorokkal szállították ki a gyermekeket a közeli Dusanovo erdőségbe, ahol a zentai Szent Longinus középkori hagyományőrző egyesület tagjai tartottak ismeretterjesztő bemutatót. De a gyermekek számára minden napra van valami oktató és szórakoztató jellegű program. Tanultunk főzni, tanultunk történelmet, tanultunk, közelebb kerülünk Istenhez, sokat járunk templomban, és lehetőségünk is ad gyónásra. Most a húgommal jöttem, mert ő először jött táborba, és meg akartam neki mutatni, hogy milyen is ez a tábor itt Csantavéren. Mi az, ami legjobban tetszett, vagy ami új volt számodra? Nekem, én nem vagyok válogatós, nekem minden tetszik. Örülök, hogy van. A tábor, a találkozás öröme mindenképpen olyan gondolatot közvetít, amely rámutat, hogyan tehetnek a fiatalok gondtalanul és játszva egy nagy lépést Isten és egymás felé.